milyen minél fel a figyelmet, mire figyelmeztet minket. A biztonságos internet programunkat már 2009 óta működtetjük, és a nemzetközi szervezet fogja össze azokat az országokat, ahol hasonló képen működik. És most már nem csak EU-s tagállamokban, hanem több mint 150 országban, ez már egy világkampányban működti magát, és a kisfiam is arra próbálja, hogy közösen együtt tudjuk tenni annak érdekében, hogy az internet egy jobb hely legyen. És hogyha mindenki egy picit ezzel a témával foglalkozik, és egy picit tesz ehhez, akkor valóban egy kicsit jól is fogja a politikus biztonságosabban tudják használni, meg a kibarcsolják a biztonságosabb legyen. Mint említette a gyerekeket, és amikor arra beszélünk, hogy biztonságos legyen, akkor a legtöbb fiatalokban is szükség van egy időszakot. Ez egyre többen használják. Közösségi adatokat, híreket olvasnak, a munkaportin is a hangozóink a világhálón, és nem is ők is veszélyeztetettek. Igen, lehet talán az egyik legveszélyeztetettebb célcsoport a számokhoz.